vizet ott találjuk a kezdet kezdetén, a Teremtés könyvének első fejezetében, ahol magát a kozmoszt jelenti, amelyben kedvét leli a Teremtő, mivel az ő dicsőségét tükrözi. A vízözönről szóló történetben, valamint a fáraót és szekereit a Vörös-tenger hullámaiban megsemmisítő eseménynél a vizet, mint a harag, az ítélet és a halál eszközét látjuk. A Jordán folyó ősidők óta a megtérés, a megtisztulás és az élet szimbóluma. Azzal, hogy Józsué a hosszú pusztai vándorlás után a Jordánon vezette át a népet az ígéret földjére, a zsidók számára a folyó szent lett. A Jordán gázdóit sokszor használták a menekülők és menedéket keresők, köztük Dávid is. Illés és Elizeus próféta tettei is ezen a vidéken történtek. Ezért kezdi keresztelő János is a bűnbánat hirdetését a Jordán vidékén. Keresztelő János keresztségében a megtisztulás, a bűnbánat és a megbocsátás jeleként szerepel a víz. Jézus pedig azért merül a Jordánba, hogy az általa hozott új élet szentségének anyagává tegye a vizet. Az új életbe avató szentség, amelyet Jézus hozott, a keresztség, ami egyszerre ajándék és feladat. Szent Pál apostol ezt így foglalja össze. Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Ajándék, mert a Krisztusba öltözködés azt jelenti, hogy krisztusi egyéniséget kap a megkeresztelt. Ezért feladat is. Minden megkereszteltől krisztusi lelkületet kíván. A keresztelést a Szent Háromság nevében végzi a keresztséget kiszolgáltató pap, miközben keresztalakban szentelt vizet önt a keresztelendő fejére, vagy alámeríti a vízbe. Vízből és Szentlélekből születünk Isten gyermekeivé, amikor megkeresztelnek minket. Ezt a hitet és keresztény hivatást erősítik meg azok, akik a Jordán folyóban megújítják keresztségi fogadalmukat. Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére január 6-án vízkereszt ünnepén emlékezik az egyház. Vízkereszt a húsvéti ünnepkör mellett a liturgikus év legősibb ünnepei közé tartozik. A keleti egyházban két névvel is illetjük vízkeresztet. Mondjuk Epifániának, azaz Úrjelenésnek, mert ettől kezdve hisznek benne az első tanítványok, vagyis felismerik benne a várva várt Krisztust. És nevezzük Teofániának, azaz Isten megjelenésének, mivel a Szent Háromság titkát nyilatkoztatja ki a megkeresztelkedés. Viszont van még egy további szép elnevezése az ünnepnek, amit elsősorban a keleti egyházban alkalmaznak vízkeresztre. A fény ünnepe. A fény és a tűz Isten jelenlétét jelzik már az Ószövetségben is. Krisztus az igazi világosság, aki örökre kinyitja a fény kapuját azoknak, akik a nappal és a világosság gyermekei akarnak lenni. A bizánci egyházban ezért hívják megvilágosítottnak azt, akit megkereszteltek. Vízkereszt ünnepének megtartása keleten három szakaszban alakult ki. Az elsőben, egészen a harmadik századig, az ünnep magába foglalta Krisztus születését, keresztelkedését, a bölcsek hódolatát és a galileai Kánában tett csodát. A második szakaszban, a IV. Század folyamán, az előbb említett események közül Krisztus születése került az első helyre. A harmadik szakaszban, a IV. Század végetáján, Krisztus születés és a bölcsek hódolata külön vált a Teofánia ünnepétől, és december 25-ére került át. Így vált január 6-a Krisztus keresztelkedésének egyedüli napjává. A vízkereszt ünnepével szoros kapcsolatban van a nagy vízszentelés. A keleti egyháznak ez a hagyománya a kereszténység első századaira vezethető vissza. A vízszentelésnek három formája van a gyakorlatban. Van egy egészen rövid vízszentelési szertartás, mely szükség esetén bármikor végezhető. A másik forma ettől bővebb. Augusztus 1-én a Makkabeus vértanúk emléknapján végzik.
a vízkereszti, úgynevezett nagy vízszentelést pedig kétszer végzik. Először vízkereszt előestéjén, a bazilliturgia végén a templomban, második alkalommal pedig vízkereszt ünnepnapján a templomban, de egyre több egyházközségben, folyónál, pataknál vagy kútnál. Érdemes megjegyezni, hogy a vízkereszti kettős nagy vízszentelés indoka az volt, hogy az első századokban a katekumenek a hitjelöltek ünnepélyes keresztelését a nagy ünnepek vigiliáján végezték, mégpedig húsvét, pünkösd és vízkereszt előestéjén. Ezért vízkereszt előestéjének vízszentelését a katekúmenek egykori keresztelése emlékére tartják ma is a görögkatolikusok, míg a január 6-ai vízszentelést Krisztusnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedésére emlékezve végzik. Mindazok, akik részt vesznek a keleti egyház vízkereszti szertartásain, a nagy vízszentelésen, felejthetetlen élményt és hittapasztalatot szerezhetnek, ha befogadják azokat a gondolatokat és a Teremtő Istennel való találkozásnak azt a lehetőségét, melyet a szertartások közvetítenek. Nagyon régen volt ilyen mély, ilyen megható, ilyen nagy élmény nekem a vízkereszt, mint az idei. Biztosan az is, hogy készültem rá, de azért két fő oka van. Az egyik, hogy 34 éve dolgozom az egészségügyben, és nagyon ritkán volt alkalmam, hiszen az egészségügy és sok más hivatás nem veszi figyelembe azt, hogy hétköznapra eső ünnepünk van. Nem tud az ember úgy elmélyülni. Tudja, hogy ünnep van, igyekszik a szertartásokon úgy, ahogy részt venni, de nem hagyhatja ott a beteget. Az elmúlt évben ezt a terhet letettem, és elhatároztam, hogy most akkor már én tudok alkalmazkodni ezekhez a napokhoz, és megpróbálok, amennyit csak tudok, az ünnepnapon az útrenyét, a liturgiát, a vecsenyét úgy átélni, hogy belehelyezkedjek tényleg ebbe a mába. Ami egy olyan csoda, hogy ha elmegyünk mellette, akkor lemaradunk valamiről, úgy érzi az ember. Pláne, ha már átélte. Mert ha nem ért át, akkor nem vesz észre, hogy ez megtörtént. Úgyhogy ez volt az egyik oka. A másik szintén nagyon bensőséges dolog, hogy másfél éve lassan minden reggel két papos liturgián veszek részt. Ugye édesapám görögkatolikus pap, a férjem szintén, édesanyámmal, mi, mint sekrestés, minisztráns, harangozó, ott vagyunk a liturgián, és innen indul a nap. És a vízkereszt is úgy indult most, mint gyerekkoromban. Együtt a szülőkkel, ahogy az régen volt, bementem a spájzba, ott tartom a tavalyi szentelt vizet, mindig meg szoktam inni a tavait, mielőtt elmegyünk a szertartásra, bár huncut módon egy kicsit hagyok, hogy akármi történne, a ház nem maradjon szentelt víz nélkül, úgyhogy most is ezt megittam, és akkor elmentünk a szertartásra velük együtt. Aki ezt nem veszi komolyan, vagy nem éli át, az nem veszi észre a csodát. Egy kívülállónak valamit csinálnak ott, és nem hiszi el, hogy ez az élő víz, ez élő marad. Lehet, hogy nem figyeltem eddig elég jól. Lehet, hogy nem voltam ilyen közelében papnak, ahogy rálehel a vízre. Az első meghatódottságom abból eredt, hogy ahogy rásóhajtott a pap arra a vízre. Tehát nem csak úgy immel-ámmal keresztet rajzolva rálehelt, hanem a tüdejéből minden levegőt kifújva lehelt rá arra a vízre. És akkor jött ez a ma, hogy ez nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ma ott megtörténik a csoda, ma ott van a Szentlélek, ma megáll a Jordán, ma a szolgája előtt meghajtja a fejét a világura, ma a hold teljes fényével bevilágítja a földet, és tényleg teli hold van. Tehát ezt csak tényleg úgy lehet átélni, ha nagyon koncentrálunk minden szóra, és az is benne van számomra ebben a mában, hogy
Már itt a felnőtt Krisztus, már ma itt van a küszöbön a megváltásunk. Ami számomra az idén egy óriási mottó volt, és utána órákig, lehet azt mondani, hogy még másnap is nagyon-nagyon sokszor visszhangzott bennem, az egy mondat, szentelj meg engem és a vizeket üdvözítő. Ez az idén annyira megérintett, hogy talán lehet, hogy eddig nem éreztem meg azt, hogy nagyon rászorulok erre. Tehát a világ valahogy magával ragadott, a rengeteg tennivaló, a szakma, a munka, a család, minden, amit tettem, azt minden reggel az oltár közeléből tehettem, és ezért nem győzök hálát adni a Jóistennek, hogy ezt az eddigi életemet és a továbbit is szentelje meg a Jóisten, és hogy még jobban tudjak rá koncentrálni, ez lett számomra most ennek a vízkeresztnek a mondani valója. És hogyha az ő nyugalma, szeretete, minden napra testi-lelki egészséget, türelmet adó kegyelme a megszentelés alatt, én ezt értem, kegyelme ott van velem, akkor nem jöhet olyan baj, amin ne tudna az ember felülemelkedni, amit ne tudnék az ő tenyerébe tenni, illetve ne érezném azt, hogy eddig is ezt éreztem, de hogy még jobban a tenyerén hord. Ez a megszentelt állapot, ki tudja, hogy az ember mennyire méltó rá, mert soha nem lehet eléggé méltó rá, de talán segít abban, hogy ezt a kegyelmet jobban befogadja az ember. Hogy jobban átérezze azt, hogy az Isten gyermeke vagyok én is. Hogy úgy kell viselkednem, hogy erre méltóvá maradjak. Méltóvá legyek, meg maradjak is. Sokszor kérdezik a munkatársak, mikor nagyon sokat dolgozok, hogy még a x-edik betegnél is olyan vagyok, mint az elsőnél. Honnan van ez az erő? Hát csak valahogy ebből ered, hogy én nem a saját magam erejére számítok csak. Tehát ez úgy gondolom, hogy minden sejtemet, minden tagomat átjárja az, hogy engem a Jóisten segít. Hátszelet ad, testi-lelki erőt ad, megszenteli a munkámat, az életemet, a reggelemet, az estémet, a nappalomat, az éjszakámat, mindent, amikor élek, amikor levegőt veszek, amikor teszek valamit. Azt ő átjárja. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mit érez az ember egy ilyen olyan fajta eufórikus érzést, ami nyugalmat ad, mikor néha ki is jövök a sodromból, de utána tudom, hogy hova kell visszamenni. Ez egy olyan kapcsolat kell, hogy legyen, nincsen snitt, nincs szünet, nincs semmiféle olyan negatív élmény, ami elszakíthatna. Vannak negatív dolgok, de az nem olyan erősségű, hogy elszakítson a Jóistentől. Soha ne felejtsem el, hogy ő ott van velem, ott van mellettem, én az övé vagyok. Ezt fenn kell tartani, de hogyha ez csak tudatosan lehet, mert szellemi, lelki, fizikai energia kell hozzá. Ha én ezzel nem törődök, akkor szépen lekopik rólam. Nem minden betegnél van alkalmam, nagy a betegforgalom, de soha nem hagynám ki, hogyha lehetőségem van, felhívni arra a figyelmet, hogy vagy átadni a betegnek azt, vagy érzékeltetni a beteggel azt, hogy a Jóisten segítségével teszem a dolgom. Remélem ezt érzékelik, érzik, és mert ez tényleg így van. Tehát egyedül nem képes az ember megtenni csak azt, amit fizikailag meg tud. De ennél többet kellene, hogy tegyünk, és ehhez ad nekem segítséget az a támasz, hogy én nem egyedül gyógyítok, nem egyedül élek a világban, nem egyedül teszem a dolgom. A Jordánban való keresztelkedésen korhorunk,
kijelentetett nekünk a Szent Háromság imádtatása. Mert az Atyának szózata bizonyságot tűn rólad, kedves fiának nevezvén téged. A Szent Lélek pedig galamb képében megerősíti a szózat csalhatatlanságát. Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad. Krisztus Istenünk, dicsőség néked! Remélem nem megbotránkoztató az, hogy évközben mikor és hogy szoktunk belőle kortyolgatni, legalábbis én. Az ember ezt nem issza, mint a pohár vizet, hanem igenis imádsággal iszok belőle. Tehát akkor azért tudatos az a három korty. És ez a kettő momentum, vagy amikor oda megyek és hozzá nyúlok ehhez az üveghez, az egyik, mikor nagyon fáradt vagyok. Tehát amikor már úgy érzi az ember, hogy testileg, lelkileg amortizálódtam, és nagyon nehéz lesz holnap a napot újra kezdeni. A másik, mikor úgy érzem, hogy rossz voltam aznap. Tehát nagyon-nagyon nehezen jövök ki magamtól, abból az állapotból, amiben vagyok. Több embert megbántottam, mogorva voltam, nem tettem úgy a dolgom, ahogy kell. És nyilván erre a legjobb a bűnbánat szentsége, tehát elmenni, meggyónni és letenni azokat a nehézségeket, amivel küzdök, de hát erre nincs mindig lehetőség. Úgyhogy olyankor abból nyerek erőt, hogy jobbá váljak, hogy tegyem le ezeket a nehézségeket, és akkor egy kicsit próbáljak ezzel újra úgy megszentelődni, mint vízkeresztkor. Hát nem szokott elfogyni azért ez a víz a következő vízkeresztig, mert meg is gondolja az ember, hogy mikor iszik belőle. Ez olyan komoly dolog. Tehát ennek a csodának a folytatása, vagy a csodának az átélése mindennapos. És kell is, hogy minden nap legyen, hogy ne csak egy nap élje át az ember azt, hogy a Jóisten gyermeke, és vár ránk az örök élet.